Üdvözlök mindenkit, Dániel vagyok, és jelentkeznék egy 36-2017-es videóval. Ez lenne az első rész, mivel még most jelent meg, és ki szeretném próbálni, hogy milyen is ez a játék. Na nézzük is, nyissunk egy karriert. Én már az előbb kipróbáltam egy ezen a Gold valamilyen mappon. Nyissunk egy másikat, egy nehezet. Nem tudom, csak ez egy map van. Van kettő. Ja, van kettő. Sosnokka. Szerintem próbáljuk ezt nem ismerem. Na, folytatás. Aha, lehet kiválasztani kategóriákat is. Van férfi meg nő. Hát inkább csak férfivel legyünk. De miket lehet mi vele csinálni? Ja, itt lehet a szint változtatni a ruhának. Ez az zöld szerintem jó lesz. Na, menjünk el, folytatás. Ezek még? Ja, ezek a módok, nem? Van benne két DLC, vagy miért? Na, meglássuk. Indítás. Nézzük milyen. Ha új járműveket, eszközöket akarsz vásárolni. Hogy vittél? Ehhez menj el üzemelni és vásárolni. Ki kell fizetned egy induló autóltsé már. Nézzük milyen. Azt már észre lehet venni, hogy a farmszától 2017-ben ez a töltés nem úgy megy el, mint 15-ben. Sokkal gyorsabban meg. De ez ugyanazt érdekli, mint 15-ben. A játék töltődik, kis türelmet. Na hát mindjárt meglássuk milyen. Ha betöltött természetesen. Na, még jó sokáig tölt. Remélem be fog tölteni. Na most, megfagyott? Nem. Na végre betöltött! Na, indítás! Köszöntünk a Farmszenátor játékban, szeretnéd, hogy kezdetnek körbevezessünk? Nem szeretném, hogy körbevezessünk. Ha később szeretnél vezetni túrát, indítani, kezd új karriert. Oké, majd új karriert kezdünk. Azt, ez a milyen közautó? Mit lehet? F, világítás be, ugyanaz mint 15-be. Jobb a lámpa. E, beszállás. Na, viszont azt már itt észre lehet venni, hogy az autót mind kell beindítsuk manuálisan. Az Entert megnyomjuk. Akkor beindul a motor. Az E betűvel, ha kiszállunk, akkor megáll a motor, vajon? És nem áll maga a motor. Hú, de faszom. Meg a kamera ugyanott marad, ahogy ahol ott hagytuk. Ha itt hagyom, kiszállok be, ugyanott marad. Nem mint 15-ben, hogy mindig ide visszarakta ugyanígy. Na most nekünk ez a kocsika nem is kell. Nézzük, mi van itt. Van egy Case International kombányunk. Felakasztom az asztalt. Ezt egy baloldalt ugyanúgy el lehet tüntetni, mint 15-ben, igen. Nyissuk ki a magtartályt. Na, lássuk. Ezt be kell szindítani a motort. B. Megyen ez, gyereki! Megvan animálva egy csomó dolog, nem mint 15-be. Sokkal jobb egy gyereki, mint 15. Kormány is úgy mozog, mint az igazi lenne. Itt belül
most sem működnek a műszerfalak. Meg itt jobb oldalt a kijelző is másabb lett. Most nem kell nekünk lámpa. Most berakom munkásba. Hadarasson. Le kéne venni a terméstípusok, vagy terménytípusok. Hol tudom én levenni most az időt? Ja, itt mutass, hogy az árakat. Ben Denton Bakkeri. Hol tudom én levenni az időt? Ja, itt. Járművek visszaállítása. Hangerő 10%. Rádió. Lehet rádiót? Hát persze, hogy kell rádió. Interaktív zónajelzők, ez nem. Mit is akartam? Ja, a növényelszáradást. Rádió hangereje. Legyen 10%. Váltás szerelvényekre. Igen, hogy szerintem az, hogy tabból is tudjunk váltani. Járműkamera visszaállítása. Rádió hatóköre, csak jármű. Hát szerintem csak jármű, mert sokkal élethűbb úgy. Pénz nem euró, szintén. Nem lehet levenni a növényel száradást. Ja, szerintem így. Ja, itt van növényfejlődés, ez most nekünk nem kell. Nem. Növényelszáradás, az se kell. Műtrágya állapota. Ez mire jó? Hígtrágya utántöltés segítő. Az nem kell. Lássuk. Marasság kicsit kész. Holland. Valamit változtattam, mert kiírja a... Oh, de fasz a zene! Csattoljuk fel, de én úgy tudom, hogy be lehet rakni akármilyen zenét, hogy a... Mink, ha letöltünk egy zenét, be lehet rakni azt a... Indítsuk a motor! Ezt is berakom munkásba, hogy haladjunk. Ez mi? Ja, ez valami vetőgép, szerintem. Ezt kell nekünk most. Hangerőt én leveszem, mert az... Lehet, hogy... Hangerőt azt leveszünk. De az kell, mert akkor nem halljuk a zenét. Na, indítsuk ezt a motort! Tükör az van. Faszom mindegy gyerekig. Slagmentesen! Meg se akad a játék nekem. 60 FPS-ről, meg sem ott. Már azt hittem, hogy terés van. Mozog a... Bassza... Addig szép a gép. Ez itt egy eladó, szerintem. Leadó. Jaj, ez az. Hú, de faszom ide. Milyen fasz a lefettelhéj. Sárba belemegyek, vajon akkor csapódik. Nem. De valami hangja az van. Hogy tudok hátrafele jönni? Nem tudok jönni hátrafele. Hiszen... Le lehet ponyvázni. Tempóváltása. Kettes. Nem, még én tesztelem ezt a játékot, menj múlva a hármost, akkor... És az egyessel tudjátok lefele venni a gyorsságot, a kettessel meg felfele, úgy mint 15-ben, ez ugyanaz. Azt nem tudom, hogy legyünk hátra. Ja, a szütörölővel lehet változtatni az irányt. A bolt szütörölővel. Ha megnyomjátok, akkor... Akkor jön hátra. Hát ilyen irányváltós, mint az igazi. Belülről van, mutassa a karomat. Azt nem.
Azt úgy tudom, hogy le lehet burdani akár hova a termény. Majd hogy áll le. Nézzük meg csak. Ja, itt a vonat. De ezt nem tudom eladni vajon? A garázs. Ja, lehet venni ilyen gép parkolókat is. A Lizard az oltó. Két traktorunk van ilyen. Az egyik az... Miért drágább ez? Ja, mert szerintem azért, hogy nem használtam még. Ebben már tettem 40 órát. De fasz ez a vonat, gyereki. Ja, és oda rá tudom szerintem vinni a terményt. Ja, van itt két vonat is. Az egyik az megyen arra fele. 57% elejéig van. Szépen dolgozik nekünk. Elrakjuk be ezt is, ez mit vessen? Hogy tudok? Először be kell nézni, de nem a szó. Hogy lehet váltani a termény? Ja, a Z-vel lehet változtatni. Vessünk elepcét, mert az jó. A sok pénzt ad. Szerintem ez egyszerűen. Ezt felakom a munkásba. Ja, mert még a dusbát akartam megnézni, hogy milyen a... mik vannak itt hely. Súlyok. Van egy csomó súly, elhelyeztető tárgyak. Itt van a mosó. Meg lehet ilyen darálókat is elhelyezni, meg egy csomó cuccokat. Házakat, fákat lehet ugyanúgy venni. Nyerges mondatokból ugyanaz van. Így, és rakodókból van már egy csomó más is. Futószallag. Ez szerintem arra való, hogyha leborítsuk a terményt a föld végére, akkor ezzel fel tudjuk rakni. Vagy fel tudjuk vinni a... izénkre, a pótkocsinkra. Láncfűrészekből már nem három van, hanem öt. Itt van egy stíl. Ezt megveszem most. Ugyanúgy lehet a gördővel változtatni. Na ez van ez, de nagyon elhambaszod benne. Hogy a lánc gyerekig hátrafele jön. Még rosszabb, mint 15-ből. Az az egyet nagyon elhambaszod benne. Csap. Itt mit lehet? Az ilyen kutaknál töltheted újra a víztartályokat. Jó tudni. Itt van egy fa. Hát ez a fa majdnem olyan, mint 15-be. Ahogy látszott, az olyan volt, hogy a kéreg lejön róla. Ja, ott a hegyekben van olyan, amelyikről le van jöve már a kéreg. Motorindítás. Azért le kéne venni 0.5-ről, de az volt. Jó, azt szerintem az autókat közlekedjenek az úton. Addig míg az autó megteledik, én addig körbenézek. Jó, jó kis. Milyen autó volt? Legyen ez... Na, én most már többet biztos, hogy mehetszek F-15-tel. Milyen jó hangja van, amikor megyek a fűn. Olyan, mintha koszolná az autónak az alján. Az utastérben olyan nagy a hely. Nézzük majd utának a hangját. De fasz a életi. Erre még vannak olyan nekem terményeim? Meg lehet venni. Kitapossa vajon, ha belemegyek. Ez olyan mi? Ez napraforgó. Ez napraforgó.
kerekednek egy ilyen nagy föld. A 1 hektár 37 áré 110 ezer euró. Ilyet inkább kihagyjuk most egyenlőre. Ez itt mi akar lenni? Szerintem szója. Ez a nagy darab, hogy mennyire lesz ki lenni pedig. Ja, rendelkezésre álló idő a költségek küldetésre. Ez aztán ehhez kell pénz, 11 hektár, majdnem 12. Ezt most megállítom, megnézem, hogy megtalál. Jó. Csak a farmer. Dolgozik, ez is dolgozik. Ja, de minden gépben más ember ül, ahol be van rakott munkásba. Ebben például egy ilyen ül, ebben már egy ilyen, meg ebben is más. Á, gyerekik, ez kurva jó, hogy a farmik számba kifizetni. Ezt érdemes letölteni. Csatornámon megtaláljátok, hogy hogyan kell letölteni. Van róla egy tutorial videó. Még erre vagyok kíváncsi, hogy jön. Ez nagyon jó. Milyen élőtben jön ki fel a búzaszem. Ha így maradok, akkor a hátulját megyem csak. Házujjára megy elhelyik. Menjünk kicsi az elejébe is. Kíváncsi, hogy melyik kapunk egy ilyen ír. Sok money kell. Megnézzük, hogy még hogy néz ki a map. Erre fele mi van? Térkép. Hol van a tehenészet? Ja, ott lenn, nem? Ez nem. Na, ezt lesz jó kitalálni, hogy merre van a tehenészet. Istálló. Szerintem ott az istállónál van az. Ott a középtájon. Kapcsoljunk pozíciót, nehogy megbüntessék még ez a mocskos zsernyák. Állatok, mert azért térként nélkül nem van könnyű. Valahol én szerintem arra lesz. Tényleg, benne. Fent van a map szél, ott biztos nincs. Minden földnél vannak ilyen gépparkolók, mint F13-ban. Jaj, Brenes, Brenes. Ezt elsüllyed. Na, vajon el tudom adni legalább? Kapok érte 10 000-et.
akkor ezt eladjuk. Nem baj, de még akkor gyalog megnézem, hogy nem ott, nem itt van valamelyre. Nem kell nekem most drusba. Milyen szépen tükröződik a víz. Meg ez a part milyen életű. Kék virág. Van egy tankoló. Hát itt biztos nincs, így van a faüzem van itt. Meg ott van a bolt. Hát gyerekek, én erre majd a következő részre megkeresem, hát most nem tudom, hogy merre. Úgy van egy csomó dolgunk, hogy nem marad. Költözik még. Most el kéne vigyem őt eladni. Vártok már, mert ott velem szembe, kicsit balra, nem a telepékén ne legyen. De kijön. Ebből az elki nagy bú. Az I-betűvel ki tudom rakodni akárhol. Most kitesztelem, gyerekek. Ide kirakom. Ctrl plusz I. Na hát ez fantasztikó. De hogy tudom visszatenni? I mod. Ctrl I. Ja gyerekek, ezt úgy kell, hogy megnyomjátok a ctrl-t, közben utána meg az I betűt. És újra rakodja ki. Ó, még át is lehet menni rajta, nem úgy, hogy belesüljön, csak úgy simán. Váltok, nem is kell ahhoz, hogy hátrafelé tudjátok, nem irányváltó kell, hanem amikor előre akartunk menni, kétszer kell megnyomni az előre menetelt. Most jöttem rá, nem kell csütörölő. Először le kell fékezni, azután indulni. Hát, szeretett át fog még menni most már, hogy kicsit élvezzem. Na nézzük. Az irányítás olyan jó, mintha igazi lenne egy. Elveszem, hogy jobban lássátok. Tükörök milyen kicsifogóra. Már kicsit kihagytam egyből, hogy most nem is a... Azt nézem, hogy a kaszáknak. Hát azok nem azok, nem. De mikor leállítom az asztalt, olyan mint igaziból a hangja olyan, hogy a szecskázónak az a vizélye úgy. Halljátok szerintem ti is. 9-en megyen, úgy mint a többi FS-be. Meg milyen a dudája. Azt hallottam, hogy van ez a lapulás. Kicsit lapul a gumi. Csak én látom, ahogy teledik. Meg van a ketyeg. Hát ketyeg ilyen van, csak azért, hogy kevés a pénz. Hogy tudnánk egy csomó pénzt? Be kéne vetni még egy csomó földet repcével, mert a repce az jól ad.
Még ezt a játékot én se vettem meg. Ma töltöttem le a netről. Van róla egy tutorial videóm, hogy kell letölteni. Ma csináltam azt is. Azt nem tudom, hogy mivel szedem fel a földről, és minek kértni leborítsam. Menjünk már mennyi gyom felszedő. 5000. Vegyünk most egy ilyet. Van ez a nagy, 12. Nem tudom, hogy ezt eladom, mennyi pénzt kapok érte. Traktorok vannak még. Nézem meg, hogy ez merre van. Térképen. A 11-esnek a jobb sor, jobb oldalán. Meg oda kell vigyük ezt, hogy szerintem eladni. Nagyon szép a grafika, minden. Ez a videó egy kicsit lehet, hogy gagyi lesz, mert hogy még tesztelgetem a játékot, minden.
hogy vibrál. Á, nagyon jó. Hogy erőködik olyan hangos hangja. Na most, most akkor nem erőködik ilyen valik hangja. Szerintem krumpli. Messzire van. Aztán még megyünk balra, és itt jövünk. Itt a biogáz. Áj, de faszom. 2, 4. Nem tárul, 1, 2, 3. Annyit bámészkodok, mert olyan annyira jó az a játék, hogy nagyon. Indexet. Lefele gurul. Betéljünk. Na itt is vagyunk. Idebe megyek. Felnőjünk. Jaj. Valamit kiürítettem meg a helyet. Jaj, meg vagyok már fáradt. Hogy meg? Szerintem ott van, csak el kell vinni külön meg. Jaj, elnézést már. Ilyen lehet fát rakni. Ezek kiborítom, nem beszárok azt, hogy elhúzom. Jó, mindig olyan szokott, hogy I betűvel lehet kirakodni. Nézzük. El tudom ezt vinni olyan. Hát ebbe semmi nincs. Ja, aha, itt van, amit hoztam. Tankoljad, legyél szíves. Bele is tankoltam, 5%-ot töltött. Audio vonatozni. Merre kell ezt vinni? Jó messzire kell ezt vinni. Szerintem oda kell, hogy most elmegyünk jobbra, aztán ott, mikor jövünk lefel, ott van eladja. Vagy menj te, hogy jövünk. Meg is tudok állni akárhol. Fogok fékezni. Itt kell eladni. Hát most már nem fogom eladni el. Túl jöttem én szerintem. Ott kellett volna.
De ebben egy ennyi kicsi, annyi, mint egy semmi. Majd nem tudom, hogy hol kell. Na gyerekek, ezt én nem tudom, hogy kell, de szerintem én ezt a videót itt most befejezem, és a következő videóban innen folytassuk. Ha vannak ötleteitek, hogy mit, hogy kell itt csinálni, akkor azt kommentben nyugodtan írjátok meg. Na, Dániel voltam, sziasztok!